A Győri Kosárlabda Akadémia eljutott arra a szintre, hogy meg tud mutatni egy sportos életpályamodellt a fiataloknak, azt, hogy miként lehet egy klubon belül a legkisebbek közül, a képzés fokozatait végigjárva eljutni akár a felnőtt csapatig. Kis Norbert példaértékűnek és követendőnek nevezte a Győrben végzett munkát. Az, hogy ezzel lehet példálozni, hogy fiatal lányok most is itt délután a szabadidejükben a sportot választják, akár a profi sport felé orientálódnak, ez biztos mindenképpen példaértékű. Megvannak a körülmények, csodálatos körülmények között vannak. Az Egyesült Államokban sincsenek jobb körülmények, bárki bármit mond. Minden adott ahhoz, hogy jó sportolók legyenek és példaképek legyenek. De az országban nagyon sok helyen van, hál' Istennek most már ilyen. A kormányzatnak ez volt a stratégiai elképzelés, hogy a látványcsapatsportokon keresztül egyre több fiatalt nyerünk meg a sportnak. Kis Norbert a Széchenyi Egyetem rektora, az akadémia általános alelnöke dr. Földesi Péter és Füzi András társelnök kíséretében nézte meg az utánpótlás csapatok edzését, valamint tájékozódott az épülő egyetemi edzőcsarnok állapotáról is.